Kényes egyensúly. Szociális és hitéleti magazin. Készítették a Vezli Stúdió munkatársai. Köszöntöm a Kényes Egyensúly hallgatóit. Mai témánk a szociális munkáról, illetve munkásokról szól, valamint a hivatásra való felkészítésről. A stúdió vendége Bálnaki Pál, tanszékvezető tanár, és a szociális munkásokat képző tanszaknak a vezetője. A másik vendégünk Anna, a Csillagszállónak a főszerkesztője, és inkább ő mutatkozom be két mondattal, mint én mondjak csak egy nevet. Pálfi Anna vagyok, a Csillagszálló főszerkesztője, korábban szerkesztője, még korábban szerzője. Nagy örömmel és elhivatottsággal csinálom immár 9. éve a folyóiratot. Farkas Barnabás, ami Barnánk, aki a Fűtött utcának a vezetője, valamint igazi, végzett, gyakorló, szociális munkás, és természetesen állandó beszélgetőtársam Iványi Gábor. Moldova Ágnes vagyok, kezdjük el a beszélgetést. Anna, legyél te, mint hölgy tagja a társaságnak az első. Nagyon érdekes műfaja van a Csillagszállónak, utcai kulturális folyóirat. Mit fedez? Tessék szíves lenni lefordítani nekünk, hallgatóknak. Nagyon egyszerűen akarom meghatározni, azt mondanám, hogy azért utcai, mert az alapvető hozzájutási forma alaphoz, az egy utcai vásárlás keretében történhet. Az utcaisága azonban a témaválasztásokban is megnyilvánul, a lap legfontosabb célja az érzékenyítés. Ez szociális munkások, szociológusok között egy könnyen értelmezett és jól tudott mechanizmus, vagy cél leginkább. Én azt mondanám, aki irodalommal és a terjesztőkkel, egy hajléktalan terjesztőtársainkkal egyaránt kapcsolatban vagyok és foglalkozom, hogy az érzékenyítés leginkább a szívek nyitva tartására törekszik, egyfajta fogékonyság megőrzését célozzuk meg, az emberi fogékonyságot arra, hogy meglássák a másikban a szenvedést, a másikban a szenvedőt, bármilyen hiányállapotot, legyen ez a valóban az élet javainak a hiánya, az egészség hiánya, a boldogság hiánya, a biztonság hiánya, itt lehetne a Maslow-i piramist föl le sorolni minden emeletén. Anna, kik a szerzők, a témák azok hogyan változnak, és egyáltalán egy kicsit erről a különlegesen szép lap külsejéről is beszélj. Szerzőnk lehet bárki, amit fontos emlegetnem, mert ebben mindig keveredés van a fejekben, vagy némi zavar. Tehát nem hajléktalan szerzőid vannak. Alapvetően nem hajléktalan szerzőink vannak. Szépírók, költők, szociológusok, kutatók, egyetemi oktatók a szerzőink, sok újságíró, illetve minden egyes lapszámban bemutatkozik, én szerzői státusznak tekintem egy-egy kortárs magyar képzőművész is. A szerzők tehát nem hajléktalanok, elő-elő fordul, hogy hajléktalan embertől teszünk be szöveget. Azt gondolom, hogy a lapnak azzal tartozunk, hogy viszonylag magas minőséget engedjünk tartalomként megjelenni. Azért fogalmaztam ilyen furcsán, hogy viszonylag magas minőséget, mert a lap egyik alapvetése volt az is, hogy a művészetek felé húzzuk, segítsük az olvasót, de ne legyünk elszakadva a befogadói átlagtól, hogyha lehet ilyen rettenetes kategóriákkal élni. Tehát ne legyen nagyon elemelkedett a lap, ne legyen nagyon szakmai a lap, hanem valóban az olvasó is lehessen úton, ezt fizikai értelemben és szellemiekben mindenképpen gondolom. Tehát az utcán is befogadható legyen, akár két metroállomás között. A szövegeink egyébként ezért éppen ezért általában rövidek is, ez csak egy ilyen apró szerkesztői szempont. A szerzőinkről kérdeztél még, tehát annyit elmondtam, hogy nem hajléktalan szerzőkről van szó, vagy ez nem kategória legalábbis. A kortárs magyar szépirodalom, lehet mondani, vagy szépírók 90%-a megjelent már a lapban, és amit a kiadó és Iványi Gábor
elnök úr kifejezetten elvár, és ez egy nagyon jó nyomás mi rajtunk, hogy mindenképpen keresgéljünk az ifjú tehetségek körében, így aztán nagy öröm, hogy nagyon komoly a még egyetemista korú és még egyetemista státuszú szerzőinknek az aránya. Ennek én nagyon-nagyon örülök, különösen amikor megjelenik az első kötetük, és a Hol is publikáltam korábban rovatban, azért megjelenik a Csillagszálló, az mindig nagy öröm. Különleges formájú, különleges grafikával, különleges rajzokkal ellátott a folyóirat. Ki a testtábod, aki készíti? A lapnak az arculatáért egy rendkívüli tehetségű, én azt gondolom, rendkívüli tehetségű grafikus felel. 2006-ban tervezte teljes egészében újra, 2008-ban tervezte teljes egészében újra a lapot, akkor ez egy két éve működő folyóirat volt, tipográfiában, rovatokban, fejlécben, és jelesül és legfontosabb módon a lap borítóját illetően. Ez olyan jól sikerült egyébként, hogy a borítók lassan tényleg önálló életre kelnek a folyóirat életében. Erre persze azért szoktunk is erőket fordítani, rendszeres időközönként csak a címlapokból szoktunk kiállításokat rendezni, amit nagyon-nagyon szeret egyébként a közönség, különös tekintettel arra, hogy egy pici játékot is szoktam belevinni a kiállítások összeállításába, ugyanis minden lapszámhoz 3 címlaptervet kapunk, és az mindig egy különleges izgalom, amikor a meg nem jelent borítókkal találkozhat szép, nagy, A2-es, A1-es méretben az olvasó. És lehet rá okézni? Nagyon jó. Lehet rá okézni, lehet nézegetni, sőt a végén aukciót szoktunk tartani a meg nem jelent címlapokból. Karikó Szabolcsnak hívják a grafikust, azt hiszem a nevével talán adós maradtam. Szabolcs életében egyébként egy komolyabb változás történt, talán elmondható. Ő időközben kiköltözött Párizsba, és ott dolgozik, de a Csillagszálló iránti hűsége az töretlen, úgyhogy Párizsból kapjuk a címlapterveket. Hogy juthat hozzá a hallgató? Mennyiért? Van-e különböző forrás, ahol megtalálhatja? Mi a legboldogabbak nyilván akkor vagyunk, ha az utcai hajléktalan terjesztőinktől vásárolják meg a Csillagszálló kulturális utcalapot az olvasók. Minden negyedéves számmal, folyamatos délutáni jelenlét mellett jelenleg a Deák téri aluljáróban lehet kint terjesztünk. A vidéki olvasóknak, érdeklődőknek az előfizetéses formát szoktam javasolni, kivétel ez alól Veszprém, ahol szintén van utcai terjesztőnk, hajléktalan ember, illetve jelenleg Szeged, ahol a Fókusz könyvesboltban lehet vásárolni a lapot. Budapesten, hogyha valaki nem délutánonként, vagy nem jár gyalogszerrel aluljáróban, akkor az írókboltjában hozzá tud jutni. Ára? Az ára 360 forint. Köszönöm szépen. Egymás követve fagynak el a kimondott szavak, szilánkomra törnek.
sem. Végül minden végső helyére kerül. Maradok ott, ahol voltam egyedül, beborítva sugarakkal. Szemben állok a nappal. Gábor, mikor, hol és milyen igény hozta létre a szociális munkás tanszakot? 1993-ban döntöttünk úgy itt a főiskolán, hogy világi szakot, jelesű szociális munkaszakot indítunk. Ennek több oka is volt, az egyik, hogy akkor változott a felsőoktatási törvény, és utoljára az egyházi fenntartású intézmények még szabadon eldönthették, hogy indítanak ilyen szakot, később az akkreditáció kicsit hosszadalmasabb eljárása tette mindezt lehetővé, és tényleg az utolsó pillanatban bejelentettük, hogy mi ezt a szakot elindítjuk. Nagy vita volt arról, hogy ez egyházi vagy világi szak legyen. Az egyházak többsége némi nosztalgiával vissza akarta állítani a diakónus, illetve diakonissza képzést. Talán egyedül mi voltunk azok, akik akkor azon az állásponton voltunk, hogy hadd maradjon ez világi szak, hiszen az egyházi intézményben szerzett egyházi hangzású diploma az nem biztos, hogy világi munkahelyeket megnyit a hallgatók előtt, és hát mára az alapítása után egy olyan 100 évvel szakalapítása után ez általános világi szakként jelenik meg. Korábban a teológiának az 5. évfolyamához tartozott, ez pedig a gyakorlati év volt. Vannak olyan európai egyházi intézmények, ahol a diakónus képzés is ma úgy zajlik, hogy külön 3 év a szociális munka diploma megszerzésére, és hozzá csatolják a teológus szaknak az első, az alapozó évét, és az 5. a gyakorlati évét. És 93-ban ez volt az egyik ok, hogy kezdjük el, hiszen az egyház maga is, és a vele együttműködő Oltalom Karitatív Egyesület erőteljesen végzett szociális munkát, tehát legyenek szakembereink, és akkor 93-ban még eléggé képlékeny volt a helyzet, még nem volt nagyon határozottan kijelölve, hogy milyen legyen a szociális munka, voltak megállapodások, egyeztetések ez ügyben, de általánosan nem volt kidolgozott ez a disziplina. A másik ok pedig Soltot Iliának a személye volt, ő volt, akivel én a 70-es években már szabolcsi szorványlelkészként megismerkedve, különösen szegény és roma közösségekben találkoztam, szabolcsi falvakban, nógrádi, baranyai településeken, vagy itt Pest környékén, és az a munka, amit ott végeztünk, kénytelenek voltunk végezni, az
egy darabig az én számomra nem is volt világos, hogy tulajdonképpen ez a szociális munka, és azt szerettem volna, ha úgy, ahogy ezt ő csinálta, azzal az ösztönös, kiváló érzékkel és érzésekkel is, én nagyon határozottan azon az állásponton vagyok, hogy a szociális munkát nem lehet úgy csinálni, hogy közben nem vonódik be az ember, még akkor is, ha közben elhasználódik, hogy azt csináljuk úgy, ahogy ő is csinálta. Ugye ebből jött létre a 70-es évek végére a SZETA, Szegényeket Támogató Alap, és magának a SZETA-nak is a 80-as években, a repülőegyetemek időszakában, képzések időszakában volt egy ilyen terve, amit meg is valósított, hogy valamilyen szerény képzést adott azoknak, akik szerettek volna valamilyen önkéntes szociális munkát végezni. Ez akkor nem volt kockázatok nélkül való, hiszen a szocializmusban nincsenek szociális problémák. Ami van, azt az állam megoldja, amit szervezetten kell, arra ott van a hazafias népfront. És hát szomorúan kell megjegyeznem, hogy ez a világ jött vissza, vagy jön vissza rövidesen, ahol azok a civil szervezetek működhetnek igazán, és azok kapnak teret, olykor támogatást is, amelyek megint csak a hatalomtól hajlandók függni, és végrehajtani azt, amit a hatalom gondol, holott hát a szociális munka is, és a civil szervezeti munka is igényel valamilyen fajta szabadságot, valamilyen alkotó teret. Az egy művészet a szociális munka. Na és akkor 93-ban elkezdtük ezt a munkát Otiliától éppen 20 évvel ezelőtt, 1997-ben kellett búcsút vennünk, és ő még majdnem végig kísérte az első kezdő évfolyamot. Tell me it gets better, it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move.
till it happens to you, you don't know how I feel, how I feel. Egy honlapról idéznék, és nektek ki kellene találnotok, hogy kiről beszélek. Született 1937-ben, élt többfelé Magyarországon, most éppen talán már végleg Budapesten. A többit az életrajzból, ha érdekel valakit, majd később. Vagy 10 év előtt, tehát 2006-ban, kért meg a Nap út kiadó, írnék magamról egy keveset. Ez volt az első bekezdés. Közeledvén a 70-hez, bővel túl tehát az ember élet útjának felén, egyre hangsúlyosabban kell feltennem magamnak időről időre az alapkérdést. Ki vagyok én? Ami persze magába tartalmazza megkerülhetetlenül azt a kérdést is, ki voltam én? Ki voltam abban a közel 70 évben, amit eddig megélnem adatott, mennyi kitérőt, mennyi zsákutcát jártam be, életem nem épp zavarmentes évtizedeiben, tudtam-e, milyen áron vissza-vissza keveredni az egyenes útra, jól gazdálkodtam-e talentumaimmal, már amennyi volt. Magamnak is szembe kell néznem ezekkel a kérdésekkel, noha tudom jól, igazi választ, igazi ítélet, csak mások, engem s utamat kívülről vizsgálók hozhatnak, a magam pörében bíró nem lehetek. Ám bár a külső megítélésem olyan biztonságos. Egyetértően bulintok, amikor időnként kézben veszem Déri Tibor életvallomását. Ítélet nincs. Az elmúlt évben, tehát 2015-ben megkíséreltem szembenézni a fennemlített kérdésekkel. Az eredmény, ha eredménynek tekinthető, mármint a bármiféle értékesség értelmében eredménynek, egy nagyobb, a masina szerint 146 ezer szavas, átszámítva, mint egy 500 oldalas opusz, Mesélek magamról címen. Ki lehet ez? Igen, Bánlaki Párt üdvözöljük szeretettel, és térjünk először vissza a szociális munkás kérdéshez. Milyen stúdiumok a legfontosabbak a képzésben? Hogyan választódik ki, hogy ki alkalmas arra a nagyon nehéz, nagyon belsőséges, nagyon érzékeny munkára, hogy a szociális területek bármelyikén, a drogbetegektől kezdve az idősek otthonáig, a roma szegényeknek az ápolásán kívül, a hajléktalan gondozásig, tehát hogy alkalmas rá személyiségében, önmagában, hogy ennek a tanszaknak az egyik diákja lehessen. Hát a végéről kezdve a kérdést, hogyan választódik ki? Borzasztóan szomorúak vagyunk, hogy évek óta nem tarthatunk felvételvizsgát. Tehát az egyetemre, a főiskolára való bekerülés, az csak papírok alapján történik, érettségi és egyéb eredmények alapján történik. Innentől kezdve fogalmunk nincs, amikor az első éves hallgatókkal találkozunk, hogy attitűdjeik, törekvéseik, vágyaik, egyáltalán személyiségük mennyire felel meg, vagy nem felel meg a szociális munkással szemben támasztható követelményeknek. Amíg mi tarthattunk felvételi vizsgát, addig módunk volt arra, hogy ha csak egy alaposabb beszélgetés erejéig, de megpróbáljuk ezt felmérni. Ez a képzés folyamatában is érződik. Érződik, mert elég sok az olyan hallgatónk, aki tulajdonképpen nem igazán tudja, hogy miért
éppen erre a szakra érkezett. Főleg a nappali hallgatók között van ilyen, aki megnézi a felvételi tájékoztatót, elérhető pont, szükséges pontszámot, ilyesmit, miből kell emelt szintű érettségit tenni, aztán ennek az alapján jön. Nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy egy néhány évvel ezelőtt egy első évesek között rendeztünk egy kis közvéleménykutatást, és kiderült, hogy a beiratkozott első évesek felének fogalma sincs róla, hogy tulajdonképpen mit jelent ez a szak. Na most ilyen körülmények között nagyon nehéz. Egyrészt kiválasztani, másrészt, ha már itt van beiratkozott hallgatónk, akkor megpróbálni fejleszteni azt a bizonyos érzékenységet, amiről itt az előbb a folyóirat kapcsán is szó volt. Erre elég sok eszközünk van. Elég sok eszközünk van, ami főiskolánkon a szociális munkás képzésnek az egyik sajátossága az, hogy az átlagosnál lényegesen több gyakorlatot kell a hallgatóknak elvégezni. Sőt, azzal kezdik, amikor bejönnek első évesként, hogy egy nagyon komoly időtartamú, kb. 100 órás, úgynevezett érzékenyítő gyakorlaton vesznek részt, tehát valamilyen szociális intézményben, kifejezetten abból a célból, hogy na, ha már idejöttél szociális munkás hallgatónak, akkor nézzél bele, hogy mi ez a szakma, úgy közelről. Ez nyilvánvalóan egyfajta szűrőt is jelent, mert aki nagyon nem idevaló, akit nagyon nem tud megfogni ez a szakma, az azért már kiesik az első két fél évben. És hát persze, még egyszer mondom, az egész tanulmányaik során, az egész időszak alatt elég sok olyan tantárgy, illetve gyakorlat van, ami ezt a bizonyos érzékenyítést hajtja végre. Ennyit tudunk tenni. Egy apró dolgot hadd tegyek a felvételihez, hogy talán az idei esztendőben valami apró változás ebben létrejön. Ugye az emelt szintű érettségit előírták a szociális munka szaknál is, szerintem kicsit azért, hogy visszaszorítsák ezt a nem kedvelt, hatalmasok által igazán nem kedvelt szakot, és meg kell mindenképpen jegyezni, hogy hát lehet, hogy a nevében hangzó szocialista kihallások miatt sem kedvez ennek a szaknak a légkör egy inkább jobboldali világban, bár ott is értelmes emberek tudják, hogy a szociális munka, közösségi munka az nélkülözhetetlen dolog, de most úgy tűnik, hogy esetleg lehetőség nyílna kiváltani a emelt szintű utólagos érettségit egy felvételi beszélő. Azok számára, akik 2006 előtt érettségiztek. Tehát nem kell egy 45 éves embernek újra leérettségizni. Tehát, de ez éppen ebből az évszámból következően csak a levelező hallgatóknál érvényesíthető, hiszen nappali hallgatók nyilván most érettségiznek, rájuk változatlanul vonatkozik az emelt szintű érettségi követelménye. Gábor, mennyire vehetik gyakorlati területként a itt levő olyan szolgáltatásokat, a hajléktalan gondozástól kezdve egészen a kórházig, azok a diákok, akik Palinak a tanszakán tanulnak? Hogy mennyire vehetik? Vehetik gyakorló területnek. Persze, hogy vehetik mindenképpen, hát itt a főiskola egyedülálló a tekintetben is, hogy itt minden van. Kórház van, menekülszálló van, éjszakai menhely, átmeneti szállás van, iskola, óvoda. Tehát gyakorlatilag idősek otthona, minden van a környéken, ami lehetőséget ad arra, hogy ott szociális munkás a gyakorlatban, leendő szociális munkás kipróbálja magát. Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden tan, de minden tan.
szóvesző ékezetnek pont. Úgy érzek, mint akkor ott van, akkor ott van. Optál és vigyáztál én rám, nem volt épp semmim, csak te lát, csak te lát. Most megvan, hogy rám nem ismersz, felnőttem, így tám nem szeretsz, tám nem szeretsz. Még mindig rólad írottam, még mindig rólad írottam. Még mindig rólad írottam, még mindig rólad írottam. Bozontos felhők felettem, úgy sem lég lettem. Tudom, hogy külön speciális gyakorlat táborozások alkalmából ez milyen? Mi történik ott? Ott általában az történik, hogy egy-egy kis faluba megyünk, hát eddig, hogy mondjam, sorra jártuk a evangélium testvérközösség iskoláit a Nyírségben, és azt nézzük meg, ha a szociális munkás és a utóbbi években a környezettanszak hallgatóival együtt azt nézzük meg, hogy egyrészt, hogy működik ma egy falu, és azon belül a cigányságnak milyen a helyzete, cigányok, nem cigányok egymás közötti viszonya, hogy működik, és hogy ezekben a falvakban ezek az egyház által fenntartott iskolák hogy tudnak működni, hogy tudnak beilleszkedni. Itt gyakorlatilag arról van szó, ha két mondatban akarom összefoglalni, hogy egyrészt a hallgatók számára akarunk egy lehetőséget biztosítani arról, hogy élményszinten ismerkedjenek meg a mai magyar társadalom egy olyan szegmensével, szeretével, egy kis faluval vagy egy vidéki tájegységgel, amivel egyébként nem nagyon találkoznak. A másik pedig ez egyben egy gyakorlat is, hiszen a hallgatóink többek között módszertant is tanulnak, szociológia módszertant, a szociális munka módszertanát, aminek szintén egyik része a közeggel való ismerkedés, ha tetszik, az esetinterjúk és hasonlók. Tehát ennek egyfajta élőben történő gyakorlását is jelenti a tábor. Ezek
6-10-12 napos táborok, 15-20 fő hallgatóval szoktunk dolgozni. Mennyire maradnak meg az itt végzett hallgatók részben a szakmában, és vajon felveszi az intézmény és a végzett hallgatók egy részét? Néhány évvel ezelőtt készült erről egy vizsgálat, ami azt mutatja, hogy szorosan a szakmában, tehát kifejezetten szociális területen körülbelül a hallgatóink fele marad meg. A másik fele részben rokon szakmákban helyezkedik el, például nem egy hallgatónk van, aki újságíróként vagy tömegkommunikációban helyezkedett el, ilyesféle műsorokat készítvén, de részben sajnos egy nem jelentéktelen hányaduk teljesen más irányban mozdul el, vállalkozás, akármi ilyesféle irányban, nyilván az anyagiak miatt. Az 50% az nagyon jó arány, azt kell mondanom, egyrészt, mert, mint említettem, nem egy dédelgetett szakma a szociális munka, de azt is hozzá kell tennem némi büszkeséggel, hogy nagyon jó a vezlis diákoknak a hírük. Tehát szívesen alkalmazzák őket, mert mi arra igyekszünk megtanítani őket, hogy ne a saját büszkeségük legyen az elsődleges cél egyfelől, másrészt ne azt próbálják meg kitalálni, hogy miért nem lehet megoldani egy bizonyos dolgot, hanem hogy mit lehet tenni akkor is, hogyha az ügy reménytelennek tűnik átmenetileg. Másik dolog, hogy a szociális munka is, különösen ebben a világban, amiről Pali beszélt, hogy olyan a magyar felvételi rendszer, hogy az oktató intézmény utólag kapja meg, nem találkozik igazán előzőleg a jelentkezőkkel, ezért sokan tanácstalanul vagy jobb hiány indulnak el egy irányba, valamit esetleg hallottak valakitől, vagy a vezli egy jó hely, és esetleg azért jönnek ide vagy máshová, és a szociális munka is kicsit olyan, mint a szabad bölcsész szak, amit arra találtak ki, hogy aki még nem tudta eldönteni, hogy mi is lesz belőle aztán, az mégis olyan ismereteket gyűjtsön, amiket sokféle helyen hasznosíthat. Hát így valóban van újságírónk, van bíróként dolgozó személy, jogász nem is egy, aki aztán elment jogi irányba, és utólag mindig elmondja, hogy milyen sokat profitál abból, hogy itt tanult, és közben ügyelt, és embereket közelebbről megismert. Mivel a szociális munka nagy részt arról szól, hogy hogyan lehetünk hivatásos jó barátai a másik embernek, vagy hivatásos kvázi családtagjai, ezért minden olyan területen hasznosítható ez a diploma, ahol emberekkel kell foglalkozni. Hadd tegyem ehhez hozzá, csak érdekességként, hogy elég sokat, a sok az persze ilyenkor nagyon relatív, a hallgatónk volt rendőr, rendőrségtől, akik hivatásos rendőrök, és úgy érezték, hogy a szociális munkaszak a munkájukhoz, a rendőri munkájukhoz egy olyan ismeretbázist ad és jelent, ami megéri számukra, hogy hát levelező hallgatóként elvégezték a szakot. Kis kesernyés, méz, édes felejtés, rózsa és leander, karcsú kis üveggel, ó, elkábít. Mirha és mandula kis helyre bezárva, orgonák, violák, titkos kis fiolák, cseppenként, termetként próbálom egyenként, úgy elbódít. Most mind kidobom, tors tükröm elhajtom, kabátom szárnyra nyitom, I'm not afraid of the dark.
Hunnek varázsa, szirmoknak világa, vágyaink kézzása, sejmeknek siklása, keletnek fűszere, bolya kis meséje, úgy elbódít. Most mind kidobom, tors tükröm elhajtom, kabátom szárnyra nyitom, Farkas Barna a kedvenc kollégáim egyike, hogyha megengedhetem, hogy ezt megosszam a hallgatókkal. Barna, hogy lettél szociális munkás, hogyan kerültél a Fűtött utca élére, és mi az, ami itt tartott téged? Annó 99-ben jelentkeztem a főiskolára, a baptistákhoz, illetve ide a Wesleyre, és ami a Wesley mellett szólt akkor és most is, hogy a másik főiskola egy nagyon szép környéken, patinás épületben volt, itt pedig egy teljesen más világ fogadott, örömlányok a végig az utca, tele stricikkel, hajléktalanokkal, és egy olyan hely volt, amire azt gondoltam, hogy ha valaki szociális munkásnak megy, akkor inkább ide való az épület, intézmény. Aztán belépve a kapun, ott se fogadott bizonyos szempontból más, mert meg akkor még épült a kollégium, éppen a padlózatot csinálták, tehát hogy ilyen kialakulóban volt minden, minden épült, minden változott, minden annak a funkciónak megfelelően alakult, amit éppen betöltött. Hát így kerültem ide, amit nem is bántam meg, illetve ami még ugye a világi és nem világi szak, ahogy bennem megmaradt, hogy annó ugye a másik intézménybe, ahol jelentkeztem, ott ugye nagyon komoly biblia ismeret volt a felvételinek a része. Bár én egyháziskolába jártam, de hát nem annyira sikerült túl jól. Már ott kezdődött, hogy nem vittem bibliát, mert eszembe se jutott, hogy bibliát kellene vinni egy szociális munka felvételire. Itt pedig a Wesleyn nem ez volt az elsődleges szempont, sőt, tehát fel sem merült. Ami azért szimpatikus volt abból a szempontból, hogy nem egyházfiakat képeztek, hanem szociális munkásokat, ami nem változott azóta sem. Hát így kerültem ide. Szeptember 3. hetében indult meg a képzés egy átszervezés okán, és én októberben elkezdtem ügyeletesként dolgozni az oltalomnál akkor, a Dankó 9-ben, és így nagyjából egy időben történt a képzésem, illetve az elméleti képzésem. Az elméleti képzésemnek a tantermi része, illetve a gyakorlati része, és amellett pedig a gyakorlati része, amit csak úgy nem is egyszerűsége munkának hívnék, és ahol olyan emberek tanítottak, akik bár nem voltak kifejezetten diplomával rendelkező szociális munkások, de nagyon régen dolgoztak ezen a területen, és nagyon sokat köszönhetek nekik. Úgyhogy nekik az jelentős szerepe volt abban, hogy a gyakorlati részben hogyan tudott megvalósulni az elméleti tudásnak a kiteljesedése. Úgyhogy azóta dolgozom itt. Dolgoztam ugye a Dankó utca 9-ben lévő oltalomegyesületnek a élénmeledékhelyi nappali melegedőjében,
majd később a kórház részben 2001-2002-ben indult, ha jól emlékszem, 2003-ban a pszichiátriai rész a kórháznak. Akkor ott dolgoztam ideig, és 2003 őszén indult, telén jobban mondom, december 13-ával nyílt, indult és 16-ával nyílt meg a Fűtött utca. Akkor pedig oda kerültem át 2004-ben, és dolgozok azóta is ott szociális munkásként. Töretlenül jókedvű vagy, és nagyon realista, tehát olyan jó kis földízű megjegyzéseid vannak, ami mindig szépen le is köti az embert a valósághoz. Mi tart itt? Az életszerűség a helynek. Azt mondták, bár azt már biztos sok helyen elmondtam, de nem tudok újat, mert én sem tudtam ezt jól megfogalmazni. Volt három lakónk, akik kicsit spiccesen, már Dankó 9-ben, Dankó 15-ben lakva régen ismertük egymást, hát 99-től, és ők mondták, hogy hát tudják ők, hogy miért vagyok itt. Na hát mondom, akkor végre meg tudom én is. És akkor azt mondták, hogy azért, mert olyan, ugye, olyan mint otthon lennék Borsodban, vagy én Borsodból származom, Borsod megyéből. És akkor ezzel meg is tudtam, ez tényleg így van. Úgyhogy én ezt el is könyveltem akkor magamnak. Hasonlatos a környék, hasonlatos az otthoni élethez ez a kerület, a kerületnek ezen a része, az intézménynek a szervezése, a családiassága, ahogyan otthon vannak benne a szociális munkások, akiknek jelentős része vidékről jött fel, ahogy otthon vannak benne a hajléktalan emberek, akik jelentős része vidékről jött fel. Tehát bizonyos szempontból, hogy elnök is mondta, ez egy család. A családnak fizetett és nem fizetett dolgozókkal, részekkel, de hogy mégis azért úgy működik, ahol az ügyeletes képezi a családnak a apa, anya, nagybácsi, nagynéni részét, és ahol megtörténhet az, hogyha egy lakó bár 80 éves, de én neki a 80-as születésemmel bácsival lehetek, mert én vagyok az ember, aki a családjának képezi az elejét. Amikor én először forgattam az intézménybe, akkor egy utcai tejajáraton vehettem részt. Mekken zsömlik voltak teják, és egy mentőautó és egy mikrobusz kísérte ezt a csoportot. Azóta ugye a romantikusan, filmesen hangzó street worker, az utcai munka, ami iránt a legnagyobb a sajtó érdeklődése, az most a te munkakörött feladatait közé tartozik. Mi a helyzet az utcai szolgálatnál télen-nyáron? Milyen krízis jelenik meg? Ugye jelentős problémát jelent, hogy más az elvárása az önkormányzatoknak, az államnak, a hivatalos szerveknek, a szociális intézménynek és az embereknek, illetve a lakóknak. Általában, aki csak úgy hírekből hall erről, hát ugye a hang okán a hivatalos szerveket és a negatív hangokat hallja meg, hogy ennek köszönhető az, hogy nincs egy jó megítélés az utcán élő embereknek, illetve hát a hallítan embereknek nincs egy jó megítélése. És mi ebben próbálunk információt vinni első körben azoknak az utcán élő embereknek, akik frissen kerültek oda, illetve ami nagyon fontos, hogy van egy kapcsolattartás a már régen az ellátórendszerben élő, ahhoz fűződő emberek között. Hiszen az jelentős probléma, hogy tehát az nagyon könnyen hangzik, hogy hát, ha valaki utcán van, akkor miért nem megy intézménybe? Mert nem. Ugye sokszor elfelejtjük, hogy nem, tehát azt vizsgáljuk, hogy hajléktalan, de azt nem vizsgáljuk, hogy miért. Ugye az utcán élő, de akár az intézményben lévő emberek jelentős része nem elsődlegesen nem az a fő probléma, nincs lakása, hanem olyan szociális, egészségügyi, mentális problémája van, ami okán lett hajléktalan. És például az utcán élők jelentős része olyan mentális, pszichés, egészségügyi problémával rendelkezik, ami okán egy teljesen más típusú ellátásban megtalálhatná a helyét, ha lenne arra a lehetőség. Na, de ez nincs. És az utcásaink főképp arra törekednek, és hasonlatosan a többi ellátásunkhoz az év 365 napján, tehát nálunk nincs hétvégi hazamenetel, mint több nappali melegedőben. Mi hétvégén is dolgozunk, hiszen azt gondoljuk, hogy ellentétben más szociális rendszerekkel a hajléktalan emberek hétvégén nem tudnak hazamenni, sem az utcáról, sem az intézményeinkből, tehát kell, hogy üzemeltessük őket. Ezért az év 365 napján keressük fel, jelenleg az 5. kerületben van engedélyünk, oda járunk utcai szocmunka keretén belül, és próbáljuk ellátni az embereket. Ez egy nagyon speciális kerület, hiszen jó módú, emellett a kihűlés veszélye és minden más
acatitás, ami érheti az embereket az utcán, az ettől függetlenül is megtörténik. És ezért is fontos, hogy minden nap végigmenjünk a helyeken, a régi helyeken, az új helyeken, amiket találunk közben, és megkeressük az ott lévő embereket, és próbáljuk abban erősíteni őket, hogy ha problémájuk van, akkor tudjanak kihez fordulni. Mert megint csak, hogy mennyire fontos akár a képzés, után a szociális munkásnak a hozzáállása. Én nem mondanám azt, hogy egy ismeretlen, hajléktalan emberhez ugyanúgy tud hozzáállni egy szociális munkás, ez az alapelvárás. De teljesen más, hogy tudunk együtt dolgozni, hogyha van egy kapcsolat. És ez oda visszaigaz. Tehát, hogyha valaki végig gondolja, akár a 8. kerületet, hajléktalan emberként bejön a 8. kerületben a bizonyos előtéletei okán, vagy valós tapasztalati okán, de nem biztos, hogy be fog jönni. Viszont, hogyha ismeri a szociális munkát és a szociális munkás garanciát jelent neki arra, hogy a Dankó utcába beérve, az intézmény vaskapujához érve semmilyen probléma nem fogja érni, akkor abban a percben azok az előítéletek már oldódnak, és egy olyan közegbe fog érkezni, ahol őt hívták, és megbeszélt pontok alapján tudják őt ellátni. És ez igaz a szociális munkásra is, mert mihelyt van egy kapcsolat, akkor nem egy idegen embernek fog elmondani néhány mondatot, akivel utána soha többé nem fog találkozni, hanem mikor beérkezik, akkor név szerint fogja tudni az, hogy Hajós bácsit hónapok óta próbáljuk arra rávenni, hogy jöjjön be, mert rosszul lát, mert idős, mert többször bántalmazták az utcán, és nem neki való az a közeg. És amikor beérkezik Hajós bácsi, akkor egy szeretett kapcsolatból lehet elindulni, ahol ismerik őt, és ő is ismeri a szociális munkást. És ez egy teljesen más közeget jelent. És ez persze nem azt jelenti, hogy a fűtött utcára csak olyan emberek érkeznek, akik ismerik az intézményt, mert akkor nem lennénk ilyen sokan, hiszen mindig jönnek új emberek, de ez az alapfilozófia, hogy próbálunk szeretettel fordulni az emberekhez, ez azért megadta annak az alapját, ahogyan működünk, és ami okán ilyen nagy kihasználtsággal tud működni az intézmény. Műsoridőnk lejárt, szeretettel búcsúzik a beszélgető társaság a hallgatótól, következő héten Iványi Margit szerkesztő riportert hallgassák a Kényes Egyensúlyba. Viszont hallásra! Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Láttam a madarakat szállni az égen, sajnos szemembe sütött a nap. Láttam az embereket járni a réten, sajnos szemembe sütött a nap. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Csak dúdolom azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Jó nekem. Mondják, hogy pozitívan éljek, de nem rezek benne már semmi sem. Azt mondják, hogy pozitívan éljek, de nem rezek benne már semmi sem. Lekéstem a gépemet, nem megyek, nem megyek én már haza. Lekéstem a gépemet, nem megyek, csak tudolom azt, hogy jó, jó, jó. Jó, de jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Jó nekem.
De sajnos szemembe sütött a nap, reggel mikor kinéztem és láttam. De sajnos szemembe sütött a nap, láttam a madarakat szállni.